a különböző időhatároknak a lekonferenciázása lehet bizonyos szakmák szempontjából nagyon érdekes. A Vigadó 150 éve azonban egy kicsit szimbolizálja ennek a 150 évnek a történelmi hátterét is, mert hiszen a Vigadó, amikor épült, alig beszéltek Budapesten magyarul. Mindenki németül beszélt, és ugye a német színház is volt a előképe. Tehát az indulás onnan van, hogy a nemzeti identitás szempontjából ennek az épületnek, mint középületnek milyen hatalmas szerepe volt. A pusztulásai, az a zöld kataklizma, amin átesett a bombázástól a leégésen át az újratervezésig és a modernizálásig, az meg a történelemnek a szakmatörténeti vagy budapesti történeti részét szimbolizálja, úgyhogy itt a 150 év egy kis keresztmetszet a magyar történelemről is. A akadémia számára pedig egy óriási tett, mert bár 3 éve itt élünk, és hát gondozzuk a Vigadó épületét, illetve részt vettünk a helyreállításának a munkálataiban, a vitáiban és a tervezésében. 1 év óta az akadémiái a Vigadó, és fokozatosan adottak át azok a terek, amiben különböző művészeti ágak beköltöztek, tehát beköltözött a kiállítás akkor alapterületre, mint a teljes műcsarnok, ugye 4 szinten, amiben képzőművészeti kiállítás, építészeti, bábtörténeti, fototörténeti, ötvös, kerámia kiállítás, hogy most gyorsan 6 műfajt mondtam azonnal egymás után, ez szerepel, és csak csöndben jegyzem meg, hogy ebben az évben 29 kiállítás lesz a Vigadó épületében, és minden műfajt felölel, ami a képzőművészet, iparművészet, fotoművészet, építészet területén, mint 4 vizuális művészeti ág szerepel. Pesti Vigadónak hagyományai vannak építészeti szempontból is, és kulturális társasági szempontból is. Ugye a régi redut helyett épült ez az épület, méghozzá abban a korban, ami a budapesti építészet egyik fénykorának nevezhető. Itt a város, maga belváros az elsősorban a historikus épületeiről híres. Hát mondjuk a Vigadó nem az egy klasszicista, romantikus stílusban épült épület, de ugyanabban a korban épült, tehát gyakorlatilag először ebben a új Vigadó formájában 1864-65-ben adták át. Nem csak a kulturális élet, hanem a budapesti társasági élet központjává vált. Akkor, amikor a Vigadóról beszélünk, akkor mindig keverednek a fogalmak, keverednek az épületek is. Tehát a Vigadó helyén egykor itt állt pesti tánc- és hangversenypalota, a Redut, magyarosan Redut története is mindig beleúszik a képbe, és miután a Vigadó megnyitását követően legalábbis a nagy közönség és a sajtó munkatársai is nagyon sokáig ezt a kifejezést használták, még tovább élt. De gyakorlatilag, hogy mikor is született meg a Vigadó, hivatalosan ugye 1865-ben adták át, tehát így valóban 150 éves az épület, de az előtörténetét tekintve, vagy az építés történetét tekintve nyilvánvaló, hogy egy sokkal régebbi intézményről, épületről van. Szó. 1865. január 15-én nyitották meg a Vigadót a nagy közönség számára. Akkor rendeztek egy bált, tulajdonképpen meglepő módon nagyon kevesen jelentek meg a bálon. Mindenki azt gondolta, hogy egy ilyen várva várt épületnek az átadó ünnepségén talpalatnyi hely nem fog szabadon maradni. Ehhez képest a Vigadóban pár százan, kb. 600-an jelentek meg, ami szám szerint persze soknak tűnik, de miután az épületnek nagyon nagy a befogadó képessége és mindig is nagy volt, azt lehet mondani, hogy lézengtek a termekben a vendégek. Pár nappal később a következő bálon már valóban hatalmas tömeg tülekedett, hogy megnézze az épületet. 1865. februárjában pedig hivatalos ünnepség keretében átadták az építtető város polgármesterének a kulcsokat, és ez gyakorlatilag az épületnek a hivatalos születésnapja, úgyhogy most a kettő között vagyunk éppen február 12-én. A 20. század viharai aztán ezt az épületet se kerülték el, de érdemes megemlíteni, hogy
ki mindenki megfordult ebben az épületben korábban, mindkét Johann Strauss, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc vezényelt itt, Bruno Walter, Karajan, mulatságok, bálok sorozatát tartották. A nagy nevek, a nagy események sorozata kötődik ehhez az épülethez. 2004-ben aztán kénytelenek voltak bezárni, hiszen a hagyományaihoz képest minden szempontból szinte romjaiba hevert. A kormányprogram egyik fontos elemeként sikerült felújítani. Legyünk ma büszkék rá, a főváros nagyon büszke erre az épületre, hiszen építészeti, kulturális büszkeségünké vált a Makovec Imre által megálmodott Magyar Művészeti Akadémiának ad elsősorban otthont, de újra betölti ugyanazt a kulturális társasági funkciót, amit korábban. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogy vigyük jó hírét a világba ennek a építészeti és kulturális büszkeségünknek, mert bátran merem ennek nevezni a Pesti Vigadót. Kutatóként én úgy próbáltam valahogy kideríteni ennek a helyreállításnak a történetét, hogy azt kerestem, hogy milyen kutatások történtek, meg hogy hol vannak azok a mondjuk tudományos szempontból is fontos eredmények, de utána döbbentem rá, hogy egy ilyen léptékű épületet egyszerűen nem lehet ilyen szempontból teljesen következetesen megkutatni, se ezeknek a kutatásoknak az eredményeit ilyen rövid idő alatt bemutatni. Lényegében nagyon sok minden már nem eredeti. Tehát engem az tehát nyilván ez egy ilyen kutatóépítésznek a betegsége, hogy engem ezek az előkerült, töredékes, ütött kopott részletek, ezek izgattak leginkább, és hát ezeknek a sorsát szerettem volna kideríteni. Másrészt pedig minden műemlék helyreállításnak a nagyon fontos eleme az, vagy része az, hogy mi lesz a funkciója. Tehát itt szerintem ez nagyon jól sikerült. És tulajdonképpen ilyen léptékű helyreállításoknál már biztos, hogy mérlegelni kell a között, hogy most mennyire lehet itt műemléki részletekben, kutatásokban milyen mélységben lehet elmerülni, tehát itt évtizedekig lehetne csak kutatni, de viszont egy ilyen épületnek működni kell. Az épületnek a műemléki helyreállítása kifogástalan. Még szerencsénk is volt ebben a helyreállításban, mert ugye Doknányitól visszafelé Liszt Ferencig mindenki nagyon szerette ezt az épületet, de mindenki nagyon szomorú volt a rossz akusztikája miatt, de hát mint mulató negyed, mint bál negyed vagy épület, ez nem volt olyan katasztrofális. Azonban az, hogy a koncertteremnek a mennyezete lejjebb került azért, hogy a tetőtérben létrejön egy hatalmas kiállítási terület, nem akarom azt mondani, hogy véletlen, de tulajdonképpen szerencsés körülmények között helyreállt egy olyan akusztikus képesség, ami sose volt a Vigadóban. Nincs is panasz az eltelt években arra, hogy itt bármilyen szólista hangverseny, vagy egy nagyobb zenekari vagy kórus hangverseny működjék. Hát szerintem nagyon sok minden miatt fontos, tehát egyrészt a felszínnek egy főműve, másrészt tehát tulajdonképpen az építészetnél már a helynek a kiválasztása is fontos. Tehát tulajdonképpen ennek a helynek már korábban is volt története, tehát mondjuk csak a 19. századi történetére gondolunk. Igazából nem tudom, hogy mennyire lehet ma már ezt valamiféleképpen így összefoglalni, vagy leegyszerűsítve
elmondani. Én azt gondolom, hogy inkább csak sejteni tudjuk, de biztos, hogy nagyon, nagyon fontos, és de szerintem ez egy nagyon jó alkalom, vagy nagyon, nagyon jó dolog, hogy sikerült helyreállítani, és újra működik, és megint lehet vele foglalkozni, és lehet neki örülni. Időközben ugye átadtunk egy könyvtárat, ami az akadémikusok műveiről, az akadémikusokról szóló művekről, és az akadémikusok által másút elhelyezett írásokról szól, ami egy kutató könyvtár, majd lesz egy másik könyvtár is az akadémiának. És most átadódott néhány hete a színház is, amit mi Sinkovics pódiumnak fogunk elnevezni hamarosan, néhány nap vagy hét múlva, annak az emlékére, hogy két akadémikusa volt az akadémia megalapításakor a színészek közül az akadémiának, Tolnai Klári és Sinkovics Imre. Tolnai Klárinak van Rollán nevezett színpada a Madách Színházban, Sinkovicsnak nincs, a Sinkovics pódiumot most fogjuk avatni. A főváros szempontjából is nagyon fontos a Vigadó, hiszen amikor megépült, akkor közvetlenül a Duna partján helyezkedett el, tehát gyakorlatilag itt a Dunakorzó és a Dunaparthoz közeli épületsor az akkoriban még nem létezett. A Vigadó megépítése és átadása utáni időszakban kezdődött el a városnak az a tervszerű fejlesztése, amellyel gyakorlatilag a mai város szerkezet kialakult, de akkoriban is két városrésznek, a belvárosnak és a Lipótvárosnak a határán gyakorlatilag egy városképet meghatározó hatalmas robusztus épületről beszélhetünk. Vonzotta szinte a tekintetet, és minden ilyen nagyobb épület generálja azt, hogy a körülötte lévő környezet az hogyan és miként változik, hogyan alakul. Volt szerencsém miniszterelnök úrral együtt megnyitni egyébként tavaly az új Vigadót, az újpesti Vigadót. Elnök úrral, Fekete György professzorral éppen a közelmúltban állapodtunk meg, hogy ahogy az egyetemekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával, úgy a Magyar Művészeti Akadémiával is fog a városvezetés, a főváros egy együttműködési megállapodást kötni. Minden szempontból szeretnénk együttműködni, szeretnénk bizonyos értelemben használni is az épületet, ahogy a Magyar Művészeti Akadémia szellemi kapacitását, és én csodálom, hogy korábban se a Tudományos Akadémiát, se az egyetemeket nem használta ki a város. Egy fővárosnak büszkének kell lenni ezekre az intézményeire, még akkor is, ha természetesen függelmi kapcsolat nincsen, hiszen ahogy a város igyekszik a jó hírét vinni mindenhova ezeknek az intézményeinek, ugyanúgy ez fordítva is megtörténik. A Magyar Művészeti Akadémia, a Vigadó gazdája, az a várost is reprezentálja, nekünk is egy kiváló propaganda. Meggyőződésem, hogy ezeknek a megállapodásoknak is részben, persze nem kizárólag következménye az, hogy Budapest az utóbbi 4 évben mindenféle protokollistán élhetőség, kultúra, turizmus szempontjából rohamléptekkel halad előre. Ezeket a protokollistákat nem itt készítik, nem a mi holdudvarunk, hanem messze külföldön készítik el őket, és nem véletlen az sem, hogy a vendégészakák száma Budapesten ilyen mértékben megnőtt. Ehhez a Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia különleges mértékben hozzá tud járulni a jövőben is. Erre számítunk. A Vigadót sokan csak úgy szokták emlegetni, hogy reprezentatív táncterem, itt voltak ugye a híres hangversenyek, kezdve ugye természetesen Liszt Ferenctől, folytatva a magyar, illetve a nemzetközi zene, irodalom és művészet nagyjaival. A sort, rengeteg irodalmi produkció, kiállítás is volt a falak között, de természetesen a Vigadó nem volt mentes a különböző társadalmi eseményektől sem. Csak a legfontosabbat említem, 1873-ban a törvény megszületését követően itt jelentették be, hogy megszületett, megalakult Pest-Buda-Óbuda egyesítésével Budapest főváros.
Itt egy olyan fantasztikus kulturális helyszín van, aminek van egy hatalmas történelmi folyamatossága, tehát egy komolysága, egy eleganciája a történelmi terek miatt, részletek miatt, és hát minden vizuális műfaj és tonális műfaj most már helyén van, ha egy napon akarnánk 6 művészeti ágnak produkciát bemutatni, 5 már előfordult, 6 még nem, 5 már előfordult, akkor gyakorlatilag az egész művészeti keresztmetszet egy napon, egy órában is szerepelhetne a Vigadóban, ami egy igen nagy tett, mert hiszen sem a műpa, sem a műcsarnok, sem a zeneakadémia, ezek nem rendelkeznek olyan terekkel, ahol a társművészeti műfajok egy időben jelen lehetnének. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy például tettünk fontos megyeszékhelynek arra ajánlatot, hogyha egyszer arra gondolna, hogy egy héten keresztül be akar mutatni egy megye vagy egy megyeszékhely, akkor elhozhatja a múzeumát, elhozhatja a zenekarát, elhozhatja a színházát, elhozhatja az egyetemi tanszékét, amennyiben ez a művészettel kapcsolatos, mondjuk egy Pécs, vagy egy Szeged, vagy egy Debrecen esetében. Tehát nagyon érdekes összművészeti akcióknak a jövője van bent ebbe az épületbe, és ugye, ha az ember fölmegy a 6. emeleti teraszra, és átnéz a túloldalra, ott találja az Iblu Bazárt, amiben újabb koncertterem és kiállítótermek vannak, tehát majd az utódaim gondolkodhatnak egyszer majd azon, hogy milyen olyan összművészeti alkalmakat lehet csinálni, ami 5-6 történelmi helyszínen, európai méretű, nem csak színvonalú, hanem méretű művészeti akciókat is tud szervezni, egy tavaszi fesztivál, vagy valami nagyon fontos történelmi határidő esetén.